Különleges tájékoztató napot szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A cél az volt, hogy az érdekképviseleti szervezet tagjai első kézből értesülhessenek az általuk a következő időszakban igényelhető támogatásokról. A gazdaság újrakezdését próbáljuk elősegíteni azzal, hogy a vállalkozóknak tájékoztatást fognak adni államtitkár úr, illetve a munkatársai. Gazdaság újrakezdésben két pontot emeltünk ki, egyrészt a pályázatok, amelyek elősegíthetnék, hogy a kisvállalkozók is jobban tudjanak teljesíteni, a másik nagy terület pedig a képzés, elsősorban a felnőtt képzés, hiszen a képzés területén talán elő tudjuk segíteni azt, hogy megfelelő létszámú munkaerő legyen. Pedig Tolna megye kifejezetten jól áll a foglalkoztatottságot tekintve. Tavaly az ország megyéi közül itt dolgoztak a legtöbben. Nálunk volt a 2020-as évben a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta, tehát 2,8%, ilyen még nem volt. A foglalkoztatás viszont megnőtt, és nincsen megfelelő olyan létszám, amely a munkaerő igényt ki tudja elégíteni, hiszen láthatóan tényleg beindult a gazdaság, és egyre több munkaerő kell a foglalkoztatás területén. Tehát az egyik kritérium, a másik kritérium lenne a nyersanyag, alapanyagok szállítása. Itt úgy néz ki, hogy a gondok megnövekedtek az utolsó negyed évben, és várhatóan, már ezt is látjuk, a számok, illetve a tájékoztatások alapján a következő negyed évben a nyersanyagok, az alapanyagokban jelentős gondjaink lesznek. A gazdaság újraindítását 600 milliárd forinttal, a felnőtt képzést pedig 70 milliárd forinttal támogatja a kormány. Az újraindítás jegyében egy közel 600 milliárdos kerettel indult el a feltételesen vissza nem térítendő támogatások köre, amit beruházásra, technológiafejlesztésre, innovációra és képzésre vehetnek igénybe a vállalkozók. A felnőtt képzésre, a vállalati képzésekre pedig 70 milliárd forint áll a vállalkozások rendelkezésére. Mondta el a fórumon György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Gyorsabb, egyszerűbb és áttekinthetőbb lett a pályázati rendszer. Ez azt jelenti, hogy az eddigi eszközpályázatoknál 8-9 hónap volt az átfutási idő átlagban, mostantól ez 2-3 hónapra rövidül. Ami még nagyon fontos, hogy nem sima vissza nem térítendő támogatási formák vannak, hanem úgynevezett feltételesen vissza nem térítendő támogatási formák. Elterjedt az a közhiedelem, hogy ingyen pénzt kapnak a vállalkozók és a vállalkozások, ez nincs így. Feltételeknek kell megfelelniük, a hazai gazdasági növekedést kell húzniuk, a magyar gazdasági növekedés kétszeresével kell bővíteniük a bérüket, a foglalkoztatást, tehát a munkahelyek számát, vagy éppen a nyereségüket, amit reményeink szerint visszaforgatnak a tevékenységükbe. Vagyis a jövőben a támogatások csak akkor maradnak meg vissza nem térítendő formában, ha az azokat felvevő cégek például digitalizációra vagy termékminőségjavításra költenek. Ha viszont ezeket a feltételeket nem teljesítik a vállalkozások, akkor az elnyert pénzek kamatmentes hitellé válnak. De nem csak a vállalkozásokat segíti az újraindítási program során a kormány, rengeteg pénz jut az oktatásra is. Az a célunk ugyanis, hogy a magyarok fölkészüljenek a 21. század technológiai kihívásaira, ezért alakítottuk át a felnőtt képzési rendszert, ezért fejlesztjük a szakképzési rendszerünket, ezért adunk annyi pénzt az egyetemek fejlesztésére, amelyre az elmúlt 650 évben nem került sor egyszer sem, több mint 2600 milliárd forint fog az egyetemi rendszer fejlesztésére, az egyetemek részére rendelkezésre állni. Az a célunk ezzel, hogy a gyorsan változó technológiai környezetben, a 2020-as években és a 2030-as években a munkaerővel szemben támasztott, megnövekedő és gyorsan változó igényeknek a magyar dolgozók, a munkaerő meg tudjon felelni. Erről szól a program, erről szólnak a programjaink, erről szólnak a fejlesztéseink. A gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs már több mint 500 javaslatot fogadott el, hogy minél vállalkozóbarátabb legyen a gazdasági környezet. Ez egy evolúció, egy fejlődési folyamat. Az nagyon fontos, hogy mindig azt tekintjük szem előtt, hogy hogyan tudunk harmóniában élni a környezetünkkel, a teremtett környezetünkkel. Tisztul-e, szépül-e az országunk,
újra tudjuk-e hasznosítani a hulladékokat, amelyek keletkeznek, felszámoljuk-e az illegális hulladéklerakatokat, tudunk-e tisztán energiát előállítani, vagy ami mondjuk széndioxid keletkezik, azt elnyelik-e a fáink, erdőink, ezért telepítünk fákat a megszületendő gyermekek után. Arra törekszünk, hogy harmóniában éljünk az épített környezetünkkel, hogy mindenki azt érezhesse, természetesen a saját teljesítménye alapján is, a saját berakott teljesítménye alapján is, a közösségbe fektetett teljesítménye alapján is, hogy a környezete megszépül, egy út megújul, kerékpárút épül, a gyorsforgalmi úthálózat révén közelebb kerülnek a szerettei hozzá, a távol élő szerettei hozzá, biztonságosabban eljut a munkahelyére. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy ahogy a köztereink, a középületeink fejlődnek-e, épül egy új úszoda, megújul az iskola, napelemek kerülnek-e az iskola tetejére. Ezt szeretnénk elérni, erről szólnak a programjaink, valamint arról, hogy mindenki tudjon, és ezt érzékelje is, minden évben egyet előre lépni. És az, a lépés hossza az pedig összhangban legyen a munkájával, a tudásával és a kockázatvállalásával, a vállalkozó szellemével, vagyis a befektetett teljesítménnyel. A kormányzat egy új információs portállal is segíti a vállalkozókat. A VALI, vagyis a személyre szabott vállalkozási információs portál célja a társas vállalkozások számára gyors, hiteles és személyre szabott információk biztosítása a vállalkozásokat leginkább érdeklő témakörökben. Nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy a jövőre fel tudjunk készülni a vállalkozók és a munkavállalók egyaránt, ahhoz nekik tudniuk kell, hogy hol találnak tudást és támogatást ahhoz, hogy fel tudjanak készülni a 21. század kihívásaira. Ezért hoztuk létre a VALIT, a Vállalkozó Információs Portált, hogy a vállalkozók testre szabott információkhoz jussanak az ömében államilag támogatott lehetőségekről. Minden a számukra rendelkezésre álló államilag támogatott lehetőség, támogatás, jelen pillanatban 0%-os hitel, képzési lehetőség rendelkezésre áll a VALIN. Három kattintás után csak azt találják meg, amire nekik szükségük van. Nem kell három napon át kereskélni a különböző lehetőségek közül, és azonnal el tudják kezdeni a programokhoz való kapcsolódást. Itt egy nagyon fontos programot szeretném még felhívni a figyelmet, ez a Modern Mintaüzemek program. Megkértünk 100 vállalkozást Magyarországon, külföldieket, hazaiakat egyaránt, akik már alkalmazzák a jövő technológiáit, hogy mutassák be ezt a többi vállalkozónak. Van egy országtérképünk, a VALIN megtalálják a Modern Mintaüzemek programot, és ki tudják választani az országtérkép alapján a számukra érdekes technológia alapján azt a céget, ahova el tudnak menni, meg tudják látogatni, valós környezetben, a saját tevékenységi körüknek megfelelő működési környezetben tudják megnézni ezeket a technológiákat. A következő 7 éves uniós ciklus pályázatai várhatóan jövő tavasszal jelennek meg.